Nem úgy alakult Budapesten az osztályozó első meccse, ahogyan azt a nyíregyháziak szerették volna. A hazaiak már az első negyedben jelentős előnyt szereztek, és a folytatásban hiába zárkózott fel többször is a vendégcsapat, a MAPSZ végül 10 pontos győzelmet aratott, és előnyhöz jutott a két győzelemig tartó párharcban. Ez viszont azt jelenti, hogy a kékcápáknak szerdán mindenképpen nyerniük kell ahhoz, hogy életben maradjanak az NB1-es remények. Mindenki érzi a feszültséget, és alapvetően ez az, amit meg kell oldanunk. A budapesti mérkőzésen is úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémánk a megilletődöttséggel volt, és remélem, hogy túljutunk most már ezen, és mindenki úgy fog küzdeni, ahogyan az elvárható. Ugye az utolsó esély olyan, mintha az életünkért küzdenénk, ezt várom el a játékosoktól, hogy megmutatják, hogy hogyan kell ezt megtenniük. A nyíregyháziak hazai pályán mind az alapszakaszban, mind a középszakaszban legyőzték a MAPSZ-ot. A szakmai igazgató bízik abban, hogy csapata ezúttal is felülmúlja majd a fővárosiakat. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk a jobb csapat, de ezt meg is kell mutatni. A legfontosabb problémánk az a támadó lepattanók engedélyezése volt a MAPSZ részére. 17 támadó lepattanót szedtek, ezt nem szabad megengedni. Teljesen mindegy, hogyan védekezünk és milyen minőségben játszunk, ha ennyiszer tudnak újra támadni, akkor nincs esélyünk győzni. Ez csak figyelem kérdése és koncentráció, ezért fognám inkább a megilletődöttségre ezt a mutatót. Oda kell menni, ki kell zárni az embereket és össze kell szedni szépen a lepattanó labdákat. A Marsó Nyíregyháza MAPSZ mérkőzés szerdán 18 óra 30-kor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Amennyiben a kékcápák győznek, a mindent eldöntő harmadik találkozó szombaton lesz Budapesten.